Ács Péter gondolkodóba esve méregeti a táblán álló bábukat. Az ASE saját nevelésű játékosa ebben a szezonban minden fordulóban asztalhoz ült. Egy vereség és két győzelem mellett több döntetlen ért el, ezúttal is fél pontot szerzett csapatának a Dunaharaszti ellen. Vírus helyzet miatt előfordulnak, hogy egy-egy meghatározó játékos hiányzik. Hát most mi a Vajda Szidóniát kell, hogy nélkülözzük, és helyette egy ifjúsági női játékosunk veszi fel a küzdelmet. Ugyanígy azért az egészségi állapotán például Berkes Ferinek is meglátszik az, hogy nem régen szenvedte el ezt a betegséget, és ilyen utóhatásai vannak. Tehát egy kicsit nem várt helyzetekre is fel kell készülnünk, és emiatt is van, hogy még meg kell küzdenünk a harmadik helyért. Hát a dobogót mindenképpen szeretnénk megszerezni, tehát egy olyan 7-5-8-4-es győzelmet várok a csapattól. A Szuperligában nem sikerült nyerni az asésoknak a Dunaharaszti ellen, 6-6 arányú döntetlennel zárult a találkozó. A hatodik forduló után a harmadik helyen áll az ASE 1. Az NB1-ben újonc, ASE 2 a mezőny hátsó felében elhelyezkedő Győri Elektromost fogadta. Régi ismerős csapatról van szó, sok csatát játszottunk már győriekkel együtt, nem csak itt az NB1-ben, NB1B-ben, hanem az iparági sakversenyeken is ők az első számú riválisaink. Tehát itt kicsit másképp is üdvözöljük egymást, amikor győriekkel találkozunk. Én úgy gondolom, hogy a mai mérkőzésen mi vagyunk az esélyesebbek a győriekkel szemben. Egy kicsit nagyobb arányú győzelmet remélek a csapattól, tehát ilyen 8-4-et, remélem be is fog következni. A csapatvezető kiváló jósnak bizonyult, 8-4-re nyertek, így a hetedik fordulót követően a hatodik helyen áll a tabellán az Atom. Összességében a kép az kedvező, ott vagyunk a mezőny első felében, előre nézünk, nem a kiesőket nézegetjük, hogy ők milyen közel vannak hozzánk, ők elintézik majd a kiesés kérdését nélkülünk, úgy gondolom. Nem terveztük még a visszatérést az NB1-be, vagyis az NB1-be, még terveztem 2 évet az NB2-ben, de hát így hozta az élet, hogy az extraligából kiszoruló játékosok azok ne az NB2-ben játszanak, hanem akkor játszanak nálunk. Ez nem mindig jön össze, mert igazából a legutóbbi mérkőzésen nagy Zalaegerszegen úgy ültünk le, mint a NB2-ben ültünk volna, tehát a régi NB2-es garnitúrát tudtam leültetni, mert annyi hiányzó volt az NB1-ben, hogy nem tudtunk erősebben leülni. Van egy kiemelkedő teljesítmény nyújtó fiatal titán Bodrogi Bendegúz személyében, aki ezúttal betegség miatt hiányzott a csapatból, de eddig 5-ből 5-ször győztesként állt fel az asztaltól. Az ASE 1 legközelebb a hetedik helyen álló Makó otthonában, az ASE 2 pedig a harmadik helyen álló MTK Budapestnél vendégeskedik.